Hatalmas darásfészket távolítanak el a szakemberek az egyik szekszárdi ház padlásáról. Többen is jelezték, hogy már az utcán sétálókat is zavarják, illetve voltak itt meg is csíptek. Az állatok lakott területen nagyrészt mindig a padlásra, illetve a fákodvába költöznek. Molnár Dániel rovarírtó azt mondja, most van a lódarazsak csúcsidőszaka. A darazsak általában késő tavasszal kezdik el a fészkek építését, ilyenkor még az anya egyedül van. És elkezd olyan petéket rakni, amiből dolgozók fognak születni, és így ilyenkor ősz elejére éri el a fészek azt a tetőpontot, amikor a legtöbben vannak. Majd nem sokára olyan petéket fog az anya lerakni a fészekben, amiből szintén nőstények fognak kikelni, akik párzás után elhagyják ezt a fészket, majd magukra hagyják a dolgozókat, akik elpusztulnak, és ez a fészek tavaszra üressé válik. Ilyen bábot kinyitunk, ott vannak bent az éppen fejlődő darazsak. Ebben a fészekben megközelítőleg 5-600 darab példány volt. A lódarás általában nem szándékosan támadja meg az embert, a fészküket viszont meglehetősen agresszívan védelmezik. Ha 2-3 méterre megközelítjük, azt már fenyegetésnek érezhetik, amire együtt reagálnak. A fészek közelében valóban agresszív, de tehát olyankor, amikor valaki sétál az utcán és mondjuk nyal egy gombóc fagyit, akkor a fagyi az érdekelheti. Illetve nagyon sokszor van olyan, hogy egyszerűen neki ütközik, tehát baleseteznek, mint ahogy mi szoktunk autókkal, és olyankor szúr egyet a biztonság kedvéért, hogy ő megúszta ezt a dolgot. Magyarországon egyedül az európai lódarás őshonos, aminek testhossza 2,5-3,5 cm, azonban gyakran összekeverik a magányos életmódot folytató szelíd óriás tűrös darázssal, amely akár 5 cm-re is megnőhet.